Sziasztok! Mindenkit üdvözlök a Sopránter Akadémia oktató videójában. Ebben a videóban a szállítási módokról, illetve azok beállításáról lesz szó. A szállítási módok azt a célt szolgálják, hogy a webshopunk vevői számára opciót nyújtsunk arról, hogy az általuk megvásárolt termékeket milyen úton juttassuk el hozzájuk. Két nagyobb csoportot fogunk tudni megkülönböztetni, az egyik a személyes átvétel, a másik az pedig a futárszolgálat, keresztül történő eljutatás. Hogy egy futásszolgálaton keresztül történő szállítási módot rögzíteni tudjunk, ahhoz előzetesen le kell szerződni az adott futásszolgálattal, ehhez az általunk legkedvezőbb feltétel biztosító szolgáltatót kell választanunk. Hogyha megtörtént a szerződéskötés, akkor az admin felületen a beállításokon keresztül a rendelési beállításokon át a szállítási módok menüpontot kell keresnünk, és itt fognak kiristázódni az alapvetően rendszer szinten megtalálható szállítási módok. Itt olyan szállítási módok lesznek megtalálhatóak, mint például a Paketa, a FoxPost, illetve az MPL különböző szállítási módjai, de ugyanúgy megtalálhatók az átvevő pontok DHL Express, DPD csomagpont, illetve a GLS, Pickpack pont és az Express van különböző szolgáltatásai is. Külön figyelmet szeretnék fordítani a kiemelt szállítási módokra, mely kiemelt partnereinken keresztül történik meg. Velük az a közös célunk, hogy a szolgáltatásaink olyan szinten összhangban összhangba működjenek, hogy a webáruház tulajdonosoknak a lehető legkedvesebb adminisztrációs és beállítást kelljen végrehajtani az indulásnál. A megoldások lehetőleg teljesen automatizáltan működjenek, és ezzel tudjunk versenyelőit teremteni a többi kereskedővel szemben. A szállítási módok között több fixen megadott szállítási mód is szerepel, ilyen például az MPL csomagautomata vagy pedig a GLS csomagautomata, illetve az Express van csomagpontok is. Ezeknek két nagyobb jellemző tulajdonsága van, az egyik jelentősége az, hogy a rendelések menüponton keresztül a futárszolgálat exportban lesz szerepük így lesz lehetőség ezekkel a szállítási módokkal futárszolgálat exportot végrehajtani, úgy, hogy az így kapott fájlt utána az adott szolgáltatónak a rendszerébe fel tudjuk tölteni, és tömegesen tudjunk rendeléseket átadni az adott szolgáltató rendszerébe. A másik nagyobb csoport, az pedig a bevőink számára lesz meghatározó, ugyanis ezek a fix, fix szállítási módok ezek olyan opcióval bírnak a febők számára, hogy meg tudják adni például, hogy mely csomagautomatába, mely szállítási pontba, illetve mely átvételi pontba szeretnék kérni az adott csomagot. Ezt újonnan kézzel hozzáadott szállítási módok esetében nincs lehetőség megadni, és éppen emiatt ezek a típusú szállítási módok ezek nem is duplikálhatóak. Itt fontosnak tartom még megjegyezni azt is, hogy a futárszolgálat export az a legtöbb esetben általunk, illetve partnereink által fejlesztett alkalmazásokon keresztül kiváltható. Ezek az alkalmazások menüpontban lesznek megtalálhatók, és a Paketa, a Fox Post, illetve az MPL számára már léteznek is alkalmazások, így az adott rendelések leadása után nem szükséges külön a futárszolgálat exportot végrehajtani, az így kapott rendelések, azok az alkalmazások beállítása után átkerülnek az adott szolgáltató rendszerébe. A fixen megadott szállítási módokon kívül természetesen van lehetőség új szállítási módnak a hozzáadására is, ehhez az új hozzáadásra gombra kell mennünk, és ezután ez a felület fog fogadni bennünket. Itt meg tudjuk adni a szállítási mód nevét, ahogyan szeretnénk, hogy az megjelenjen majd a vevőink számára, illetve meg tudunk adni egy leírást is, ami ugyanúgy a pénztár folyamatban fog megjelenni, szintén a vevőink számára. Az adatok fülön van lehetőség megadni a szállítási mód állapotát. Itt tudjuk engedélyezni, illetve letiltani azt, itt tudjuk megadni annak a sorrendjét, hogy az, a checkout folyamatban milyen pozícióban helyezkedjen el a többi szállítási módhoz képest. Amennyiben csak bizonyos földrajzi szónákban szeretnénk a szállítási módot alkalmazni, abban az esetben az előre megadott földrajzi szónát azt itt tudjuk hozzárendelni ehhez. Illetve ennek függvényében, amennyiben az adatföldrajzi zónára más Áfakulcs érvényesül, akkor az előzetes rögzített Áfakulcsot, azt is itt tudjuk hozzáadni a szállítási módhoz. Ezt a két opciót más oktató videóban mutatjuk be, ezeknek a beállításáról más felületen van szó. A szállítási mód típusánál meg tudjuk adni, hogy ez személyes átvétel típusú szállítási mód legyen, vagy pedig futárszolgálat. Típusú. A kettő beállítás között az az alapvető különbség, hogy személyes átvétel esetében nem jelenik meg az a mező, amivel meg tudjuk adni, hogy milyen szállítási színre szeretnénk kérni az adott csomagot. Ebben az esetben a, az általunk kijelölt telephelyen fogja tudni átvenni azt a vevő. Futásszolgálat esetében viszont megjelenik a checkoutban egy olyan mező, amiben a szállítási adatokat tudja rögzíteni a vásárló. Szállítási költség kalkulációban tudjuk megadni azt, hogy a szállítási módban a sávok azok milyen érték alapján öt végezik a szállítási költségnek a számítását. Itt meg tudjuk adni, hogy a kosárban szereplő termékek értéke alapján a kosárban lévő termékek súlya, vagy pedig a kettő meccete adja -e meg ennek a kiszámítási alapját. Ha szeretnénk vásárlói csoportokhoz igazítani a szállítási mondnak a megjelenítését, akkor az itt lévő mezőben tudjuk megadni azt, hogy mely szállítási, illetve mely bevői csoportokra szeretnénk korlátozni azt. A sávok fülön van lehetőségünk megadni azt, hogy milyen értékek közé besorolva számoljon szállítási költséget a rendszer. Itt az szerint fog változni a sávoknak az opciója, hogy az adatok fülön milyen szállítási költség, kalkulációs értéket választottunk. Hogyha a kosár értéket választjuk, akkor, akkor csak egy bruttó minimum, illetve bruttó maximum árat fog megjeleníteni a rendszer. Hogyha a kosárban lévő termékek súlya alapján szeretnénk módosítani, akkor itt a minimum, illetve a maximum súlyt tudjuk megadni, amiközé, amiközé be kell illeszkednie az adott terméknek, hogy költséget számítsa rá a rendszer, illetve ennek a metszetével e, egyszerre fog megjelenni a minimum bruttó, minimum bruttó érték, illetve a maximum bruttó érték, valamint a két e, súly is. Újságbeszúrásával beszúrásával van a lehetőségük megadni azt, hogy milyen bruttó értékek, illetve milyen súlyok közé, e, közé kerüljön az adott szállítási sáv. Most az egyszerűség kedvéért maradunk a kosárérték alapján megadott sáv beállításán. Az első sávom az 0 és 20 ezer forint közé fog esni, és azt szeretném, hogy ide 1200 forintos nettó költséget számoljon a rendszer. A következő sávba pedig azt szeretném megadni, hogy 20 ezer forint fölötti érték esetén már ingyenes legyen a szállítás. Így a következő sávom az már 20 ezer forinttal fog kezdődni, illetve a bruttó, maximumérték és a nettó költségek azok üresen maradhatnak. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor már csak a fizetési módot ö, szükséges hozzárendelni az adott szállítási módhoz. Ha szeretnénk csak bizonyos fizetési módokat hozzárendelni a szállítási módhoz, akkor azt ennek a kapcsolónak a megnyomásával fogjuk tudni meg, ö, megtenni itt fogja a rendszer ki kilistázni azokat a fizetési módokat, amelyek már előzetesen rögzítve vannak a rendszerben, és ezeknek a bebibálásával tudjuk, tudjuk meghatározni azt, hogy milyen fizetési mód legyen érvényes, illetve legyen választható a szállítási módnak a kiválasztása esetén. Ha szeretnék, akkor az összes fizetési módot hozzá tudjuk rendelni az adott szállítási módhoz, itt azt érdemes még megjegyezni, hogy amennyiben új fizetési módot rögzítünk a rendszerben, akkor érdemes a szállítási módoknál is ismét ellenőrizni azt, hogy, hogy szeretnénk el, hogy az új fizetési mód az rögzőjön a szállítási módnál, mert alapértelmezett esetben az utólagosan nem rögzül abban az esetben, hogyha csak bizonyos fizetési módokhoz kötöttük a szállítási módot a fizetési módoknak a kiválasztása, a kiválasztásának pedig előfeltétele az, hogy az adott fizetési módokat, azokat előzetesen már rögzítsük a felületen, és ezeknek az adatoknak a rögzítésének pedig az az előfeltétele, hogy az adott fizetési szolgáltatóval leszerződjünk. Ha végeztünk a beállítások megadásával, akkor a mentés gombbal tudjuk véglegesíteni a szállítási módot. És a szállítási mód az pedig az alábbi módon fog megjelenni a checkout folyamatban. Itt most egy személyes átvételes módot választottam ennek a szállítási módnak a megadásánál. Szóval, hogyha visszamegyünk a szerkesztő felületére, és az adatok fölől megváltoztatjuk a futárszolgálat értékre, illetve típusúra, majd ráfrissítünk a checkoutban az adott értékre. Akkor fog látszódni a különbség, hogy a tesztfutásszolgálat az immáron kiegészül ezzel a beviteli mezővel, ahol meg tudja adni a látogató, hogy milyen városba, illetve milyen címre szeretné kérni az adott csomagot. Ezen kívül a már említett és előre rögzített szállítási módokban, az MPA csomagautomata esetében ezekkel az egyedi legörtülőkkel tudjuk kiválasztani azt, hogy mely város, illetve mely település, mely átvevő pontjába szeretnénk kérni a csomagot, de ugyanúgy, ugyanúgy különböző ez a, ez a felület, egy Foxpost csomagautomatás, vagy pedig egy paket esetben is, és ezek is indokolják azt, hogy ezek a szállítási módok, ezek utólag nem duplikálhatók, és nem lehet belőlük egynél többet létrehozni az admin felületen belül. Ha még nem néztétek meg a földrajzi szóna, illetve az áfakulcs beállításáról, valamint a fizetési módoknak a beállításáról szóló videóinkat, akkor azt mindenképpen érdemesnek tartom megtekinteni, mert azoknak a beállítása alapján tudjátok beállítani a szállítási módoknak az opcióit is a felületen. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó is, és találkozunk a következőben. Sziasztok!